A műsorszámot az ECDH támogatta. Sziasztok, kedves alapjárat nézők, én Andi vagyok, ez pedig itt a legfrissebb hírműsorunk. Hozok ma nektek megint fontos információkat a kötelező felelősségbiztosításaitokkal kapcsolatban, illetve pár új hírmorzsát a Hyundai, a Forma 1 és a Cupra házatájáról. Tartsatok velem, de még mielőtt elkezdenénk, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csekkentyű gombot, hogy elsőként értesüljetek legújabb feltöltéseinkről. Fontos határidő közeledik, hiszen március 1-ig rendeznie kell az első biztosítási díjat azoknak, akik január 1-ével váltottak biztosítótársaságot. A szervezet becslése szerint ez a határidő nagyjából 130 ezer gépjármű, köztük több mint 80 ezer személyautó üzemben tartóját érinti. A március 1-i határidőre a díjnak landolnia kell a biztosító számláján, ezért az utolsó pillanatokban is ügyelniük kell az autósoknak arra, hogy milyen módon történik a befizetés. A banki átutalás az utolsó napon is megfelelő lehet, ahogy a biztosító pénztárába történő személyes befizetés is biztos megoldás még március 1. napján. Viszont a csekkes és az interneten kezdeményezett kártyás fizetésnek több nap az átfutási ideje, így ezeket február 25-e után már semmiképp nem célszerű igénybe venni. Bemutatkozott az új Mercedes C-osztály, online került sor a bemutatóra. Az új C-osztály a márka modern arculatába illő dizájnját kapta. A megszokott hűtőrács jelenik meg a központi csillaggal, az Avantgarde kivitel esetében még több díszítőelemet találunk, az AMG Line gyémánt mintás hűtőrácsot kap. A beltérben az S-osztályból már ismerős elrendezést kapjuk, a műszerfal és a központi kijelző 6 fokkal a sofőr felé fordul. A motortérben kizárólag 4 hengeres előforrásokat találunk lágyhibrid rásegítéssel, a két változó geometriájú, vízhűtésű turbófeltöltővel kiegészült dízelmotor 265 lóerős teljesítményéhez akár 20 lóerőt tesz hozzá a 48 voltos rendszer. A C-osztály limuzin és T-modell verzióban egyszerre lesz rendelhető március 30-tól, az első modellek pedig 2021 nyarán érkeznek meg a kereskedésekbe. Jövő nyárra várható az új Suzuki Swift debütálása, elképzelhető, hogy ez az új Swift egy teljesen más platformra épül majd. A Best Car Web értesülése szerint 2022. júliusában debütálhat a Suzuki Swift legújabb generációja. A vadi új Swift rengeteg frissítésen eshet át, és az sem kizárt, hogy egy teljesen új platformra fog épülni. Utóbbi esetében megoszlanak a vélemények, hiszen egyesek szerint a japán vállalat nem fejleszt új platformot, hanem a jelenlegi Swiftek számára készített architektúrát fejleszti tovább, vagyis a jelenleg használt Hardtech platform átdolgozott verziójára támaszkodhat. Az új Swift hasonlítani fog az elődjére a dizájn szempontjából, de az apró változtatások miatt majd úgy tűnhet, hogy közelebb lépett a prémium szinthez. Debütált a Cupra Formentor, amely már nálunk is elérhető és kapható, és most már a Seattól leválva egy teljesen külön márkaként mutatkozik be az autópiacon, és most debütáltak egy 390 lóerős modellel, ami a VZ5 névre hallgat. A Cupra eddigi legerősebb közúti autójának bemutatásával ünnepli fennállásának harmadik évfordulóját. A Formentor VZ5 az Audi RS jelzési modelljeiből ismert turbós 5-hengeres motorral lett szerelve. A DSG váltós Formentor 4,2 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra, mindezt a 390 lóerő és 480 nyomaték leadására képes motornak köszönheti. A VZ5 végsebessége 250 km/h, de több is lehetne, ha a gyártó nem szabályozta volna azt le elektronikusan. A legyártott VZ5-ösök kivétel nélkül mind barkolmányosak lesznek, és 2021 végétől lesz elérhető a szállításuk. Hivatalos árról egyelőre nem tudni, egyes hírek szerint 60 ezer eurónál kevesebbe biztos nem kerül majd. Magyar idő szerint kedden reggel került sor az IONIQ 5 világpremiérjére. A nagyon érdekes dizájnnal rendelkező elektromos crossover az első típusa a gyártó tisztán elektromos járműveket felvonultató IONIQ néven futó almárkájának. Az IONIQ 5 az első olyan akkumulátoros modell, mely a gyártó globális moduláris architektúráját alkalmazza. A kifejezetten elektromos modellekhez fejlesztett eGMP padlólemez nyújtott tengelytávot, sík padlót és olyan lapos akkumulátor elhelyezését teszi lehetővé, amely tágas, akár általunk is alakítható belső teret eredményez. A belső
háttérben sok-sok ökológiailag feldolgozott és újrahasznosított anyagot találunk, az utastér egyéb pontjain fenntartható rostokból készített szövetekkel és újrahasznosított PET műanyag palackokból nyert rostokból készült anyagokkal például. Négy verzió lesz elérhető, az alapszintű, hátsó kerék meghajtású darab 167 lóerős, még a csúcsverzió összkerék meghajtással és a nagyobb akkumulátorral 300 lóerőt tud, VLTP szerinti hatótávja 480 km körül van. A modell még az idén elérhetővé válik, a bevezető kiadás 45 ezer fontba, vagyis jelenlegi árfolyamon számítva 18,7 millió forintba kerül majd az Egyesült Királyságban. Magyarországi árakról egyelőre nincsen információnk. Újabb autó került bemutatásra a Forma 1-en, most a Red Bull újítását láthatjuk. A Red Bull 2020-ban a szezont úgy fejezte be, hogy Verstappen győzelmet aratott az Abu Dhabi nagydíjon, összetettben az osztrák istálló azonban nem jelentett veszélyt a Mercedesre. Bár Verstappen sokszor esett ki szerencsétlenül alakult helyzetek miatt, Albon pedig nagyon gyengén teljesített, így sem fenyegették más csapatok az osztrák istállót a pontversenyben. Bemutatták azt a továbbfejlesztett modellt, amely, habár 60%-ban megegyezik a tavalyival, nagy előrelépést jelenthet a csapat számára, hiszen a Honda már a 2022-re szánt fejlesztéseivel jelenik meg a búcsúzó évükben, valamint több helyen is tökéletesítették az autót. Nagyon jó kérdés lesz, hogy most már majd Perezzel a volán mögött, vajon lesz-e esélyük egy konstruktőri világbajnoki címre, vagy nyolcadjára is a Mercedes viszi majd a prímet. Ez volt az Alapjárat legfrissebb hírműsora, én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra, követni minket Instagramon és lájkolni minket Facebookon. Sziasztok! A műsorszámot az ECDH támogatta.